Vasárnap óta téma, hogy ki kezdte a dobálást a Jobbik Devecseri rendezvényén, illetve hogy kidobta fejbe a főszervezőt, Ferenczi Gábor országgyűlési képviselőt. A helyszínen először Ferenczi is azt mondta, hogy a sajátjai dobták fejbe. Később már azt nyilatkozta, hogy az udvarból dobták azt a követ, amelyiktől megsérült. Az ATV híradójának stábja azonban rögzítette azt a pillanatot, amikor Ferenczi homlokát eltalálta a kő. A képviselő ekkor háttalált a kérdéses háznak, így kizárt, hogy onnan érkezett volna a kődarab. A híradó kamerája azt is rögzítette, hogy kidobta el az ominózus követ. Most megmutatjuk. És ki volt az, aki? Hát az, hogy ki volt, ismeretlen tettes ellenet fogok bejelentést tenni, de hogy értem, ki volt, ezt megmondani. A képviselő miután a rendőrségen járta a mentősöknek, már azt mondta, hogy fogalma sincs, kidobta fejbe. Alig egy órával korábban, miközben a sebét tisztogatta, még határozottan állította a körülötte levőknek, hogy a demonstrálók oldaláról érte a kő. Gyerekek, a milyen dobtak fejbe? Hát ez, erről beszélek. Ennek most mi értelme? Később a legtöbb helyen úgy jelent meg, hogy a képviselőt a cigányok dobták fejbe. Az ATV kamerája azonban véletlenül rögzítette az eseményeket, és azt is, hogy kidobta el azt a követ, amely 3 méteres távolságról találta fejbe Ferencit. Innentől vágatlanul mutatjuk azt, amit a kamera rögzített. A pirossal bekarikázott kopasz tüntető felkap egy követ és a romák udvarára hajítja. Őt próbálja leállítani Ferenczi, amikor a nyilván jelzett helyről érkezik a kő, amely fejbe találja. Innen már ismerős a történet. A képviselőt kihozzák a tömegből és a sebét lemossák. Érdemes megnézni lassítva és felnagyítva a dobást, hogy kiderüljön, ki hajította el a követ. Jól látszik, hogy egy piros pólós férfi alig 3 méterről dobja ránézésre teljes erővel fejbe Ferencit. A képviselő azonnal a fejéhez kap és megtántorodik. A körülötte levők hozzák ki a tömegből. Az is kiderül, hogy miközben a másik dobálóra figyeltünk, a sérülést okozó férfi is benne van a képben. Ő az, akit bekarikáztunk. Aktív és hangos részese volt a demonstrációnak, sok helyen feltűnt a Devecseren készült felvételeken, melyekből az is egyértelműen kiderül, hogy a romák házánál megálló, feldühített demonstrálók dobálták be a kezük ügyébe eső palackokat, köveket az udvarba.